Javában tart az almaszüret, idén az étkezési alma és a feldolgozókba kerülő gyümölcs is a megszokottól magasabb áron értékesíthető. Átlagos almatermés várható idén, a termés minőségét rontották a tavaszi fagyok, de ebben az évben mintegy 500-550 ezer tonna almát takaríthatnak be a gazdák október végéig, ebből 150-200 ezer tonna étkezési minőségű alma. Idén az árak sokkal magasabbak lesznek, mint az elmúlt néhány évben voltak. A prognózisok szerint az étkezési alma kilogrammonkénti nettó ára várhatóan 40 és 140 forint közé esik, de a léalmát is magas áron veszik át. Az időjárás viszont nem kedvezett az Európai Uniós nagy almatermelő országoknak sem, és átlagosan 2,7 millió tonna almával van kevesebb az EU-ban, ami a magyar árakat felfelé hajtja. Itthon a gazdák is belátják, hogy az almás kerteket korszerűsíteni kellene a jobb minőség és nagyobb terméshozam érdekében, amivel el lehetne érni azt is, hogy több étkezési alma kerülhessen piacra. Vendégünk Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm! Hogy halad az alma betakarítása? Hát az alma betakarítása most úgy érzem, hogy a csúcsához közeledik, ugyanis ahol nem akadályozta a termést a fagy vagy az aszály, ott a közepesnél nagyobb termés mutatkozik, és sajnos többször is emlegettük már ezt a kézi munkaerőnek a hiányát. Kevesebb létszámmal igencsak nagy gondot okoz az, hogy fajtánként odaérjünk a betakarítással. Nyilván ez azokon a járásokban jelentkezik, ahol nem okozott kárt a fagy, ahol károkat okozott, ott előrébb tartanak a betakarítással, mert ugye gyengébb termést kell betakarítani. Mikorra várható, hogy ezzel végezni tudnak? Hát én úgy gondolom, hogy el fog húzódni ez ilyen november 1-e környékére. Egyébként is akkor szokott a betakarítás befejeződni, és most az előbb említett okok miatt, hogy nem áll rendelkezésre annyi kézi munkaerő, ez még inkább most jelentkezni fog. Hogy alakul az értékesítés? Azért itt elég kedvező híreket hallottunk a felvezető anyagban. Igen, mi is többször beszélgettünk már ebben a műsorban is róla, hogy nagy kereslet, várhatóan nagy kereslet mutatkozik a léalma, illetve az étkezés után is. Ez most már a valóságban is megjelenik. Németországból is, Ausztriából is, Lengyelországból is keresik a lengyel almát, és akkor itt fel is, illetve a léalmát, itt fel is hívnám a figyelmet arra, hogy azért óvatosak legyenek a gazdálkodók ezzel a nagy ígéretekkel, mert általában, amikor ilyen kereslet van a léalma iránt, akkor mindig az utolsó fuvaroknak az ára el szokott veszni, azt vagyunk olyan könnyelműek, hogy még egy rendszámot se jegyzünk meg, csak majd akkor, amikor nem jön a következő szállítmányért, úgyhogy én felhívom a figyelmet, hogy mindenki anyagilag rendezze a számlát, addig ne engedje el ezeket az autókat, vagy pedig olyan üzleti partnerekkel kössön szerződést, megállapodást, akik itt a Magyarországon eddig is jelen voltak, és eddig nem volt velük probléma. Mindez azt jelenti, hogy mondhatjuk, hogy jó évet fognak zárni az almás kert tulajdonosok? Hát az, akinek most a közepestű jobb termése van, ez párosul egy szinte 70-80%-kal magasabb árral, amikor 100 forint fölött van az értékesítési étkezési almának az ára, úgy mondjuk, hogy a kertből, akkor az azért nagyon jó árnak mondható, és egy 55 forintot most már elérte a léalmának is az ára. Rosszabb szezonokban az étkezési almának nincsen ilyen ára. Ezek szerint akkor talán a jövő építési kedv is egy kicsit emelkedik. Én szerintem is most könnyebb lenne, ha a megoldás születne erre a kézi munkaerő problémára, a közfoglalkoztatásra, akkor éppen ez az év az, amikor az embereket lehetne arra buzdítani, hogy telepítsenek, mert lámlám mégis megéri gyümölcstermesztéssel foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy még mindig nem sikerült ilyen kereslet mellett sem meggyőzni a gazdálkodókat, hogy fog változni ez a közfoglalkoztatás, és rendelkezésre fognak állni a betakarításhoz szükséges kézi munkaerő. Óvakodnak ebből, nem nagyon látszik, hogy komolyan vennénk ezt a veszélyt, amit már két éve mondogatunk.
Nem csak az alma lett jó minőségű az idén, hanem a búza is. Ennek az értékesítése hogy halad? Hát ennek az értékesítésével pont az ellenkezője van. Ma volt megint betakarítási bizottsági, és úgy mutatkozott, hogy egy-két héttel ezelőtt, mintha megmozdult van valami, és valami kereslet lenne a búza iránt, az ára nem emelkedik, és abból az érdeklődésből nem lettek üzletkötések, amiről legutóbb beszéltünk. Merre tovább? Hát tovább kell tárolni, a hely pedig kellene a napraforgónak, illetve a kukoricának. Sokan ebben a helyzetben is szeretnének megszabadulni tőle, de most kicsi az a rés, ami lehetőség adódhatna. Akkor ezzel most ki kell várni. Igen. Mi az, ami most, ugye említette a napraforgót és a kukoricát, ez a két növény, ez milyen minőségű lett és milyen mennyiségben termett idén? A napraforgónak közel az 50%-os betakarítása van az ilyen homokosabb, melegebb talajokon. Szerintem már az 50%-ot is meghaladta, de megyei átlagban körülbelül itt vagyunk. Körülbelül 2,9-2,8 tonna per hektár, ez a tavalyi évben 3,2-től is több volt itt a mi megyeinkben is. Az országos átlag is ilyen 3-3,1 körül van. Ha valóban igaz, amit feltételezünk, hogy a rosszabb területeken van betakarítva, ez körülbelül 3 tonnát elérhető a megyei átlag Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Ennek van-e piaca? Ennek most mondhatnám, hogy jó piaca van. Minden felvásárló telepen vásárolják. Az ára is ilyen 8800 és 9200 forint körül van. Nem mondható rossznak. Mennyi az az arány, amit értékesítenek, és mennyi az, amit itt helyben feldolgoznak? Hát én úgy gondolom, hogy egy ilyen 50-50% körülbelül. Maga a mezőgazdasági ágazat 2017 őszén így a betakarítási szezonban hogy van? Én úgy mondanám, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és akkor itt beleértve a gyümölcsöt, hogy ugye a megy cseresznye, a szamóca, a alma, szilva, mindennek mondhatnám, hogy jó ára volt ebben az évben, úgyhogy az ára nem panaszkodhatunk. Még ha kevesebb termett is, én úgy gondolom, hogy nem esett ki árbevétel viszonylatában annyi, hogy panaszkodhatnánk. Ez a napraforgó kukorica ára körülbelül a 4000 fölött fog elindulni, még ha valamivel kevesebb is terem, az áraz kompenzálja. Én úgy gondolom, hogy nem panaszkodhatnak a szabolcsi gazdák. Remélem mindenki így gondolja. 2017-es évben a betakarítás végével. Milyen pályázatokra, milyen támogatásokra számíthatnak a jövő évre a gazdák, hiszen itt a betakarítás szezonjában azért már a jövő is szóval. Hát én az információim szerint a mezőgazdaságot érintő minden pályázat ki van írva, nyitva van még az öntözési pályázatok, nyitva van a telepítési pályázat, amit az előbb is említettünk, és a következő szakaszzárás október 30-án van, addig még akinek kedve van, akár pályázhat is ültetvénytelepítésre is, 24 hónap áll rendelkezésre, úgyhogy a csemetével le is késett, de 2019-ben is megvalósíthassa is, addig még megrendelheti a csemetét. A általános termeléshez kötött támogatások, ezek, ami a 2017-es évben rendelkezésre álltak, ezek 2018-ban is rendelkezésre fognak állni. Jellemző, hogy új gazdálkodók, fiatal gazdálkodók választják ezt a pályát itt a megyében? Azt tapasztalom, igen, hogy ez azért van, hogy nem kívánnak elszakadni a családi már gazdálkodásban résztvevő gyerekek, és folytatni akarják a szülőknek ezt a hagyományát, vagy kötődnek egy-egy településre, nem szeretnének elmenni munkahely után, de azt tapasztalom, hogy egyre több fiatal is nekivág ennek a... Én úgy gondolom, hogy egy olyan foglalkozásnak, amiből a közeljövőben is és hosszú távon is meg lehet lesz élni, mint hagyjuk a híradásokból, hogy az élelmiszer után meg fog növekedni a kereslet, a főterületet nem lehet növelni, úgyhogy ezen a bizonyos területen kell esetleg többet termelni és nyereségében értékesíteni. Rácz Imre, köszönjük szépen, hogy befáradt ma hozzánk. Köszönjük szépen a lehetőséget.